Lajkó Félix és a Citera között különleges kapcsolat van. Éppen 30 év telt el azóta, hogy édesanyja megajándékozta ezzel a hangszerrel. Mint mondja, nem helyezte vele szemben a hegedűt előtérbe, egyszerűen csak a koncertek során nem játszott citerán. Kicsit nehézkes dolog a citera a színpadon, de sok húrja van, ezek a kis vékony acélhúrok nagyon gyorsan elpattognak. Szerintem itt is szét fog szakadozni az egész, valamit ki kell majd vele találni. Ezért lett kihagyva, de hát nem így ilyen házi hangszernek én sokat használtam meg stúdióban. A Mező című album élete első citera lemeze, melyel ebben a hónapban felkerült a világzenei ranglista első helyére. Sose nem vágytam ilyen helyekre, az igazság. De hát... Szóval egy ilyen, úgy látszik, ilyen versenyszerűség, de hát én ezt nem annyira szeretem, örülök ennek, de nem nagyon szeretem a versenyeket. Félix egyébként áprilisban mutatta be citerás lemezét Budapesten. A Mező a Fonó gondozásában jelent meg. A koncerten zenekarának tagjaival, Brasnyó Antal Brácsással, Kurina Ferenc Bőgőssel és Kurina Mihály cimbalmossal lépett fel.